Korábbi híreinkben már beszámoltunk arról, hogy a roma lakosság közt akadnak olyan illetékesek, akik megkeserítik a környezetükben élők mindennapjait. Legyen szó bűnözésről, az illegális szemétlerakásról és égetésről, vagy a droghelyzetről, mely továbbra is változatlan. Lakossági fórumot hívtak össze ezügyben hétfőn, ahol több képviselő is jelen volt, hogy meghallgassa a lakosok panaszát, és hogy közös erővel találjanak egy mindenki számára járható megoldást. Hörtelen, tehát egyszerűen nem lehet lakni már az utcába. A bűnözésről nem beszélünk, tehát azért a drogosok, tehát kilopkodják az udvarainkból, amiért mi tényleg keményen dolgozunk, ők hasznosítják maguknak egy kis drogé, tehát azért a gyerekeinket fétjük, nagy késsel rohangálnak. Hallhatóan óriási gondokkal néznek szembe, és láthatóan nagy a kétségbeesés. Sztojka István, Kalocsaváros roma nemzetiségi önkormányzatának elnöke hozzátette, hogy bizony több éve húzódó probléma ez, és az utca bizalmasaik is rendszeresen járják a környéket. Miközben járják, ugye addig nincs probléma, kihasználják, kilesik, megtudják, mikor nincsenek, akár este, éjszaka, késő délután, akkor hordják a szemetet, akkor gyújtogatnak. Több alkalommal én is kimentem, minap kimentem, éppen a utca bizalmisaim oltották a tüzet, milyen utca az? A kertek alján, igen. Bele kellett, hogy avatkozzanak a tűzoltásba, mert félő volt, mert közvetlen, tehát veszélyben volt egy lakóépület. Azonnal beavatkoztak, és hála Istennek sikerült eloltani a tüzet, és mi már attól félünk, hogy egyre jobban eldurulnak a dolgok. A félelemben élő lakosok próbálnak tenni az elhatalmasodó gondok ellen, és amit tudnak, meg is tesznek, de végelkeseredésükben az önkormányzat segítségét kérik. De nem csak a lakókörnyezetük állandóan romló állapotára, közvetlen szomszédjaikkal való kapcsolataikra is volt panasz. Egy éve vettünk házba Hősök útján, és ilyen fajta agresszióval, amivel hogy a szomszédok, tehát a hátunk mögött lakó szomszédok, tehát amilyen rossz indulattal és rossz szándékkal közelednek felénk, tehát az valami eszméletlen. Tehát úgy kezdődött, hogy átdobáltak a szemetet a szaros rongyoktól, a mindenféle, tehát petfalasztól kezdve az minden, tehát a borotvás, a törött tányérok, a törött poharak. Bevitték az iskolába az agressziót, tehát a szomszédból bevitt az iskolába. A 7 éves lányomat arcon ütötték ököllel az iskolába. Ami természetesen le lett tagadva. Tehát ugye ők nem csinálják semmit, ők sértetetlenek. És akkor jönnek még itt a másikak is, ugye, hogy az én lányom hazudik, 7 éves kislányom hazudik, holott nem tanítom hazugságra a gyerekemet. Ilyen esetekre sajnos nagyon nehéz megoldást találni, de felmerültek zavaró tényezőként a környéken élő kutyák is, melyeknél kérdéses, hogy csippelve vagy egyáltalán oltva vannak-e. Dr. Kis Csaba jegyző az ezzel kapcsolatos szabályokról is tudatta a jelenlevőket. Ha valaki kiengedi a kutyáját, ugye ez azt jelenti, hogy felügyelet nélkül, ez azt jelenti, hogy kóborolni hagyja, közterületen felügyelet nélkül. Ez egy szabálysértés. Ez korábban is az volt, most is az. Szabálysértés, egy feljelentés lehet tenni, vagy a rendőrségnél, vagy pedig a kormányhivatalnál. De ugyanígy megoldásra várnak a hulladékkal kapcsolatos ügyek is, mely talán a leghosszabb ideje húzódó téma. A környéken sajnos hemzseg a szemét. Bolbári Ferdinánd képviselő szintén keresi a megoldásokat a lakosok környezetének jobb áttételére. Folyamatosan keressük a lehetőséget. Minden egyes segélykérelmezőt átvilágítunk most már 2 éve, hogy van-e szemétre fizete elő az illető. Egyelőre csak annyit tehetünk, hogy minden egyes ember nevénél a kolléga, aki hozza és felvette a kérelmet, bemondja, hogy igen vagy nem. Ez azt jelenti, hogy van-e kukája, vagy nincs kukája. Akinek nincsen, egyelőre annyit tehetünk, de ezt szeretném hangsúlyozni, ez az egyelőre, mert bízom benne, hogy egyszer csak meg fogjuk találni a lehetőséget. Az illetőt szépen kiemelten, amikor megírja neki a jegyzőkönyvet a határozatunkról, akkor felszólítja, figyelmezteti arra, hogy észleltük, hogy önnek, a családjának nincs kukára előfizetése, beletesz a borítékba neki egy szerződés mintát, és odaírja, hogy hétfőn és kedden délelőtt lehetősége van az önkormányzatnál, hogy megtegye az intézkedést, hogy fizessen elő. Azt kell, hogy mondjam, hogy szépen lassan javuló tendenciát látunk.
A cigányság felvetette, hogy egy hulladék lerakót szeretne a környékre, mely sajnos nem kivitelezhető, erről dr. Angeli Gabriella önkormányzati képviselő nyilatkozott. Most jelenleg az átrakon van lehetőség arra, hogy a veszélyes hulladékot egy bizonyos helyre lerakják, de olyan nincs, jegyző, nyugodtan erősítse meg, hogy a városban mi nem alakíthatunk ki veszélyes hulladéknak helyet. A legfőbb probléma azonban nem csak az illegális szemét lerakása, hanem az annak való égetése. Erről Szabó Balázs önkormányzati képviselő is beszámolt, akit több alkalommal is értesítettek már, és hívtak ki az égetés helyszínére, hogy segítséget kérjenek tőle. Ahhoz, hogy megoldás szülessen a környék problémáira, jelentős változásokon kell átesniük egyes lakóknak, de ez egy igen komoly összefogást igényel mindenki részéről.